Jó estét kívánok, köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Május végén Porecsben az Amatőr Táncvilágbajnokságon bizonyíthat a Siófoki Express TSE csoportja, amely a nagykanizsai kvalifikációval kivívta a jogot arra, hogy ezen a megmérettetésen bizonyíthat. Hogy mivel készülnek és hol tart most a felkészülés, ezt is kérdezem Birkás Alexandrától, a tánccsoport vezetőjétől. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hol tart most a csoport a felkészüléssel? Hát nagyon készülünk, most már feldolgoztuk, hogy tovább jutottunk erre a világbajnokságra. Próbálunk plusz edzéseket beiktatni, tehát már hétvégente is tartunk órákat, hogy minél jobban fel tudjunk erre készülni. Heti hány tréning van? Most már 3. Hogy bírják a fiatalok? Hát bírják, ugye tanulni kell mellette, de ezért próbáltuk hétvégére betenni a plusz edzéseket, tehát hétköznap ez már így nem fért bele. Nagyon lelkesek, nagyon várják, de nagyon izgulnak. Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy mennyire van már meg most az izgalom, vagy majd inkább a május végi verseny előtt pár nappal, vagy amikor már ott lesznek a helyszínen? Már megvan, de majd biztos, hogy ott fog igazán előjönni, amikor már látjuk az egészet, hogy hol vagyunk, a többieket, esetleg a versenytársakat, akkor már biztos nagyon izgulni fognak. Ugye több mint 20 ország, több száz táncosa vesz részt ezen a porecsi amatőr táncvilágbajnokságon. Mit kell magáról a versenyről tudni, és hát hogy odáig milyen út vezetett? Igen, egy kvalifikáción vettünk részt, ez Nagykanizsán volt, 2 hete, és ott volt egy ilyen selejtező, tehát ennek a világbajnokságnak a selejtezője, itt válogatták ki, hogy Magyarországról kik jutnak tovább, egy bizonyos pontszámot kellett elérni, és akik ezt elérték, azok jutottak tovább a porecsi világbajnokságra. És mi ez a világbajnokság? Aki kevésbé ismeri az amatőr tánc világát, mit kell erről a versenyről tudni? Hát itt nagyon, tehát több mint 20 ország fog részt venni, több kategóriában lehetett nevezni a versenyre, mi nyílt kategóriában neveztünk, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen open kategória, azt jelenti, hogy egy táncon belül több fajta táncstílus megjelenik. Mi az, ami megjelenik a Siófokiak produkciójában? Mi az, ami belefér ebbe a nyitott kategóriában? Igen, hát mi most egy ilyen népies modern tánccal készültünk, tartalmaz rock'n'roll, kis néptánc elemeket tettünk bele, népi ruhába vannak, modern népi ruhába, tehát egy kis kalocsai hímzéssel díszítve, és akrobatikákat tettünk bele, ezeket próbáljuk majd még most kicsit felturbózni. Hogyan fér meg a népzenei vonal és a rock'n'roll egymás mellett? Mert hát azért valljuk be, első hallásra furcsa párosítás. Igen, én is izgultam, hogy össze tudjuk-e ezt hozni, ugyanis hát a gyerekeknek is például semmi néptáncos előképzettség nincsen, de egy-két ilyen néptáncos motívumot tettem bele, ami egy kicsit elviszi abba az irányba, de tehát a gyerekek hallották ezeket a mostanában előjött régi népzene, modern stílusban változatokat, és ők nagyon szerettek volna erre táncolni, ezért hoztuk így össze, vegyesen. Te alakítottad a produkciót, vagy a gyerekek is ötletelhettek, beleszólhattak esetleg, hogyha mondjuk találtak egy számokra tetsző zenét, akkor azt fölajánlhatták? Igen, hát igazán innen indult az egész, ők szerettek volna erre zenére táncolni, én ehhez még tettem persze több mindent. Magát a koreográfiát én csináltam meg, de beleszólnak egyébként, és nagyon jó kreatív ötleteket tudnak adni egy kicsit más fejjel gondolkodva. Mi a zene? Mi az alapzene, amire táncoltok? Hát mostanában ez az Érika szőlő, modern változó.
változata, illetve több nézen, Helyancsika, Jancsika, Noxnak különböző számai vannak benne. Hogy fogadja majd vajon ezt a világbajnokság közönsége és zsűrie? Én is ettől féltem, de már egyébként itt a selejtezőn is külföldi zsűri tagok voltak, és tetszett nekik. Hát azért Horvátország sincsen olyan messze, szerintem még tudják a kultúránkat, úgyhogy úgy gondolom, hogy tetszeni fog nekik, reméljük. Picit beszélj a produkcióról, hogy hogyan állt össze, mennyi időt kell kitölteni, vannak-e kötelező elemek, vagy kötelező momentumok, amiket bele kell építeni, és a zsűri elvárja azokat a produkciókat, vagy azokat az elemeket, és mi az, amiért mondjuk esetleg plusz pontszámot lehet gyűjteni? Mivel ez egy open kategória, tehát nyílt kategória, kötelező táncelemek nincsenek benne, viszont meg van szabva, hogy a zene milyen hosszú lehet, tehát maga a produkció milyen hosszú lehet. Milyen idő? Maximum 4 perc lehet. Meg van szabva a gyerekeknek ugye a korosztálya, tehát hogy egy csapatba milyen korosztályú gyerekeket tehetek össze. Ugye itt 10-15 éves. 10-15 éves gyerekek vannak, ez junior korosztálynak felel meg. Mi az, amiért mondjuk plusz elismerés jár a zsűritől, amivel mondjuk ki lehet rukkolni? Hát, vagy elő lehet rukkolni? Reménykedünk azzal, hogy mivel, ahogy te is mondtad, ez az tehát a rock and roll és hogyan fér össze a népzenével, reméljük, hogy ez egy kicsit különlegessé teszi, illetve különlegessé tesz ott minket. Tettünk bele látványos akrobatika elemeket, amivel talán egy kicsit plusz. A mi csapatunknak az is nagy előnye, hogy nagyon szinkronban táncolnak a gyerekek, tehát nagyon egyszerre vannak. Ez talán, amit láttunk Nagykanizsán, hogy másoknál annyira nem. Magyarországot csak ti képviselitek ezen a világversenyen, vagy lesznek még konkurensek? Lesznek még mások is, de más kategóriában. Tehát tudunk szurkolni egymásnak. Ezt akartam is kérdezni, hogy ilyenkor mennyire vagytok ellenfelek, vagy már a hazai versenyen le tudjátok azt, hogy... Mi nem voltunk még, tehát ez az első, hogy kijutottunk egy ilyen nagy versenyre, világbajnokságra, de biztos vagyok benne, hogy tehát nem ellenfélként kezeljük egymást, hanem tehát lesz ilyen bevonulás, ugye országonként, zászlókkal, ott is együtt kell lennünk a többi magyar versenyzővel, úgyhogy szerintem barátságos légkör fog kialakulni. Miként alakul majd a program? Hányszor léptek fel, hányszor léptek a zsűri elé, lesz esetleg a városban több helyen produkció, ahol ti is szerepeltek. Tehát mennyire lesz ez egy verseny, mennyire lesz egy ilyen fesztivál, mit tudtak? Hát eléggé fesztivál egyébként, mert május 23-ától 27-ig, tehát 5 napot fogunk eltölteni Porácsban. Igazából még nincsen program, tehát nem tudjuk, melyik nap táncolunk, azt tudjuk, hogy odaérkezünk, lesz egy megnyitó, tehát nyitóparti lesz a tengerparton, a homokban, ezt a gyerekek nagyon várják, és akkor biztos, hogy másnap, valamelyik nap versenyzünk, illetve utolsó nap van vasárnap, a záró buli és a záró ceremónia, tehát az eredményhirdetés maga. Ugye a nagykanizsai kvalifikáción jutottatok ki a világbajnokságról, szereztétek meg a jogot, ugyanazzal a produkcióval kell Porecsben is szerepelni, vagy lehet változtatni? Igen, ez kötelezőleg versenykiírás, hogy ugyanazzal a produkcióval, amivel kijutottál erre a világbajnokságra, ott is ezzel kell versenyezni. Minimális változtatásokat engednek benne, de nem sokat. Változtattatok ti? Vagy változtattok? Igen, egy-két plusz elemet tettünk bele, kicsit nehezítettünk a koreográfián, hogy talán még látványosabb legyen egy picit. Tudjátok azt már, hogy kivel fogtok versenyezni az open kategóriában? Vagy még ezt titok? Nem tudjuk, izgulunk is, azt se tudjuk, hogy hány induló lesz, biztos, hogy nagyon sok. Ugye az országoknak az selejtezőit tudtuk megnézni, hogy hányan jutottak tovább, hányan vannak, elég sokan, tehát ilyen 15-20 csoport körüli, de nem tudjuk, hogy ebből ki jön el, ki ez a ki esetleg nem tud eljönni. És ki milyen produkcióval készül? Azt nem tudjuk, azt nem láttuk. Hányan utaztok? Hát a csapatban 19 táncos van, és nagyjából mindenkivel jönnek szülők is, mert hát azért 5 napra megyünk, próbáljuk egy kicsit nyaralásként összekötni. Meg hát azért valójában kell a szurkolótábor is. Kell a szurkolótábor, igen, tehát azért azt is nézze a zsűri, tehát hogy egy hangulatot teremtünk. Tehát egyébként itt is a nagykanizsai selejtezőn ezekkel a népzenékkel olyan hangulatot teremtettünk a színházban, hogy nagyon felhördült a közönség. Mióta van együtt ez a
világbajnokságra utazó kis csapat, mennyire összeszokott társaságról van szó? Ők már nagyon. Három lány van, aki csak ebbe az évbe csatlakozott hozzánk, de azért már nagyon ügyesek, és bemertem vállalni, hogy részt vegyenek benne. Egyébként már a mag az egy ilyen 5 éve együtt táncol. A kezdetektől fogva, vagy azért folyamatosan csatlakoztak hozzájuk? Folyamatosan csatlakozt, igen, tehát folyamatosan. Mennyire tánc, mennyire sport? Hát is, én azt szoktam mondani, inkább táncként könyvelik ezt el, de ugye ezek az emelések, ezekhez kell erőnlét is, tehát szoktunk tartani erőnléti edzéseket is, amikor csak ezeket, tehát hogy meglegyen a gyerekeknek a fizikumuk, amivel ezeket ki tudják kivitelezni. Most a porecsi verseny előtt kell még ilyen fizikai edzés, vagy most már csak tényleg az elemekre fókuszáltak? Hát még azért tartok ilyet is, tehát futunk is sokat, hogy meglegyen az állóképesség. Ezt gondolom, tehát a kevésbé kellemesebb része a gyerekeknek. Ezt annyira nem szeretik, de muszáj az, hogy úgy végig tudják táncolni, hogy a végén ne az látszódjon, hogy már lihegnek, hanem mosolyogva az elejétől a végéig teljes erőbedobással végig tudják táncolni, ehhez kell az erőnlét. Megerőltető a 4 perc tánc és ugrálás és különböző elemek? Igen, nagyon, tehát ezért tényleg szoktunk futni, hogy végig tudják táncolni. Kiknek ajánlott ez a tánc és sport egyben? Hát azt tudom mondani, hogy mindenkinek, tehát hobbi szinten bárkit fogadunk. Egyébként az egyesületben több mint 200 gyermek táncol, óvodás korosztálytól a középiskolásig, sőt az idén már egy felnőtt, tehát anyukák megfűztek, nyilván hobbi szinten, hogy felnőtt csoportunk is legyen. Tehát hobbi szinten bárki jön, és akkor utána derül ki, hogy kiből lesz esetleg versenyző, ez ilyen 1-2 év múlva derül ki, hogy mennyire van ritmusérzékel, mennyire gondolja komolyan, van, aki csak hobbiból szeretne táncolni, van, aki úgy jön, hogy már versenyző szeretne lenni. Csak csoportban lehet versenyezni, vagy azért egyéniben is, vagy párban is? Nem, lehet egyéniben is, párban is. Van párosunk is egyébként, fiú-lány párosunk, illetve vannak olyan kiemelkedő lányok, akiket szólóban is szoktunk indítani versenyeken. Nem nehéz az? De. Egyedül? De nagyon, hiszen olyan szempontból könnyebb, hogy egyedül van. Tehát mondjuk, hogyha ront hibázik, akkor az nem annyira. Tehát ha annyira ügyes, nem annyira tűnik igen, ki. Igen, ha olyan ügyes, hogy rögtön tudja folytatni, akkor annyira nem tűnik ki, hiszen nem egyszerre kell, tehát önmagában van. Viszont hát nagyon nehéz kiállni szerintem egyedül, ennyi ember elé is. Csak magadra vagy hagyatkozva. Említette az imént, hogy 200-an vannak a tánc csoportban. Hányan versenyeznek ezek közül? Hány csoport van, akivel időről időre megmérettetik magukat? Az idén vittünk el egyébként több csoportot is versenyre. Most már ebből a 200 főből olyan 60-70 versenyző. Nagyon sok az óvodás, ebből a 200 főből, akiket még nem lehet, tehát őket még nem lehet versenyre, de az iskolások közül próbálunk, illetve próbáljuk a többieket is úgy felkészíteni, hogy jövőre azután minél mindig több mindenkit el tudjunk vinni versenyre, hiszen nagyon nagy élmény a gyerekeknek. Mikor alakult az egyesület, mit kell róla tudni? Maga az egyesület 2 éve alakult, de a gyerekekkel már más egyesületek keretein belül már dolgoztunk régebb óta, de 2 év, tehát maga az Express Tánc és Sport Egyesület, az 2 éve alakult meg. És honnét a tánc szeretete? Hát én gyerekkorom óta táncolok, többfajta táncot, és már körülbelül másodikos koromban tudtam, hogy tánctanár szeretnék lenni. Miért nem a tánc vonalat folytatva? Hát itt Siófokon nincsen annyira nagy lehetőség erre. Persze a fővárosban biztos, hogy több színházakban lehetne táncolni, de meg szeretne, ezt választottam. A kettő együtt meg már nem megy. Tehát táncolni és meg tanítani is az már sok időben. Hogyan áll össze egy program, akár mondjuk a kisebbeknek, vagy éppen a junioroknak? Hogy indul maga a koncepció? Zene van meg előbb, az elképzelés, hogy milyen stílust kellene, hogyan kell ezt elképzelni? Van így, van úgy. Igazándiból van, hogy megyek az autóba, meghallok a rádió zenét, és tudom, hogy ezt szeretném, és akkor ezt köré építek. Van, hogy a gyerekek mondják, hogy általában mi kiválasztunk egy témát, és a köré csináljuk a koreográfiát zenében, ruhaügyileg, táncban. Úgyhogy igazándiból változó. Van, amikor így, van, amikor úgy. Mi az, ami már eddig kipróbált és jól bevált a zsűri előtt, ugye?
Ez a magyaros rock'n'roll ötvözet, az már bizonyított. Szeretik nagyon, hogyha nem csak úgy táncolnak a gyerekek a színpadon egy szép ruhában, hanem tényleg egy történet köré van. Kell produkció szó szerint? Szeretik. Tehát igen, tehát akkor úgy jobban elviszi a tekintetet, úgyhogy mi erre szoktunk így alapozni, hogy mindig legyen egy kis történet, vagy egy kis téma, akár bármilyen. Mondom, kardinális kérdés az edzők számára, meg hát a gyerekeknek, hogyha van egy rontás, azt a zsűri mennyire nézi szigorúan? Vagy az a lényeg, hogy hogyan áll helyre a rend a színpadon? Szigorúan nézik azért, tehát nyilván rontás az mínuszpontot jelent, de azt is nézik, hogy ezután a gyerek kiesik teljesen a ritmusból, vagy esetleg vissza tud állni. Tehát volt, hogy cipőt hagytunk el, és cipő nélkül végig táncolta, tehát azt is díjazzák, hogy nem lefutott a színpadról a kislány, hanem cipő nélkül végig táncolta a produkciót. Inkább a lányok hobbija ez? Sportja, tánca, mint a fiúké? Hát igen. Próbáljuk a fiúkat is, de kevés. Tehát ebből a 200 főből van 15 fiú. Mennyien vannak ebbe az utazó parecsi keretben? Ebben nincsenek fiúk, csak ez lánya. Csak lány formáció. Igen. De gondolom azért a lányoknak pluszerű is, amíg mondjuk kiemelik, dobják a társukat, tehát azért elkérne a fiú erő. Elkérne, de sajnos nem jelentkeznek olyan sokan, hogy versenyzőket faragjunk belőlük. Miért jó ez a táncsport? Miért tudnád ajánlani? Akár mondjuk fiúknak, lányoknak, kicsiknek, nagyoknak. Jó erőnlétet biztosít, tehát tényleg az, hogy sport és tánc is, tehát erőnlétet, állóképességet biztosít, azon kívül pedig tánc, tehát a lányoknak nőiességet, és tartás, ritmusérzéket, igen, sok mindent ad. Említette, hogy valaki hobbiként űzi ezt a sportot, hobbit, és hogy ugye anyukák is csatlakoztak. Igen. Ők miért? Hogyha már vitték a gyereket, akkor már ők is beállnak? Vagy? Nem, nekik máskor van egy óra, kikapcsolódásként szerettek volna kicsit elmenekülni otthonról, kicsit kikapcsolódni, táncolni, jól érezni magukat. Ezért szerették volna. Bárki csatlakozhat? Igen. Bárki. Mikor, hol találkozhatnak? Több helyszínen vannak az edzéseink, tehát Siófoktól, Balaton, Lelle, Ádánt, Tab, több helyszínen vagyunk. És mindenhol, tehát a 7-5 napján mindig máshol. De nyugodtan lehet érdeklődni nálunk. Akár óvodás, akár anyuka? Akár óvodás, akár anyuka, igen, mindenki jöhet. Ugye gondolom most nagy erőkkel a porecsi világbajnokságra készül a csoport, de utána mi következik? Lesz, igen, a világbajnokság, ugye ezzel a csapattal készülünk oda, de maga az egyesület nagyon készül, június 9-én lesz egy évzáró gálánk Siófokon a színházban, és arra készülnek a kicsiknek az a nagy fellépés. Kicsik mivel rukkolnak majd elő? Gondolom, ilyenkor az egész éves fejlődésüket igen. mutatják be egy produkcióban. Igen, mindig karácsonykor van egy ilyen bemutatónk a szülőknek, hogy mit tanultunk, illetve mindig ilyenkor a nyár elején van egy ilyen évzáró gálánk, és akkor ott megmutathatják, hogy mit tanultak az egész évben. Kicsiknél mennyire játékos, mennyire táncos egy ilyen produkció? Játékos, igen, meg tehát nekik még segíteni szoktunk. Nagyjából egyébként meg tudják tanulni ezt a két, nekik ilyen 2-3 perces koreográfiákat állítunk össze, könnyű, ismétlődő elemekből, de azért úgy ki szoktak kukucskálni, hogy na most akkor mit mutassam nekik. Meg hogy jól csinálták. Igen. Utána nyári szünet következik. Utána az egyesület. Nyári szünet, nyári táborok, edzőtáborok, és készülünk az új évre. Edzőtábor? Igen, tehát edzőtáborozunk is több helyszínen, és ott már készülünk az új koreográfiákkal a következő versenyszezonra. Akár mondjuk, aki kedvet kap egy ilyen edzőtáborban, is megismerkedhet az Express TSE-nek a munkájával? Igen, nyugodtan, bár ott egyébként kemény, van versenyzőknek külön edzőtábor, illetve lesznek ilyen bejárós táboraink, ahova nyugodtan jöhetnek kezdők is. Ez Siófokon lesz majd? Igen. Tehát akkor a nyári program az a szerveződik. Birkás Alexandrának nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát mit kell egy ilyen világbajnokság előtt kívánni? Hát sok sikert azt mondják, nem. Inkább kéz és lábtörés. Reméljük, az nem lesz. És reméljük, hogy utána azért be tudunk számolni a jó eredményről. Igen. Önöknek köszönjük a figyelmet, miért a legközelebb is várjuk Önöket, tartsanak akkor is a Somogy Televízióval, viszontlátásra!